Sziasztok! Csíma Vilmos vagyok, és ez itt a Játszunk YouTube csatorna. Én szólójátékokért leszek felelős a csatornán. Minden alkalommal egy általam megkedvelt szólójátékot fogok nektek bemutatni, nem túl gondolva és túl magyarázva, alapszabályokra fókuszálva egy kör gameplayt megmutatva nektek. A mai napra a Lost Expedition nevezetű játékot hoztam el nektek. Ez Peter Sylvester designer és Garen Ewing grafikusnak a munkája. Garen Ewingról már hallhattatok, ő ugyanis képregény rajzoló, ezt majd vissza fogjátok tükröződve látni a fantasztikus grafikákban, ami tényleg egy elképesztően jó hangulatot ad a játéknak. Szerintem mindannyian szerettük Indiana Jones-ot és a végzett templomát, az ilyen típusú dzsungeles filmeket. Abszolút visszaadja a hangulatát a játék. Meglátjátok, hogy nem egy bonyolult játék, viszont borzasztó nehéz végigmenni rajta. Nagyon sok szemétkedés van benne, amit túl kell élni. Szeretnék adni egy kis hangulatot a játékhoz, és ezért mondok pár szót a történelmi hátteréről. Ugye már The Lost Expedition, de hova is irányult ez az expedíció? Ez az expedíció Eldorado elveszett városát kereste. Ez egyébként az első világháború után egy angol felfedező indult útjára megkeresni Eldorado városát. A legenda szerint Eldorado városában minden aranyból készült, minden tárgy aranyból van. Hogy ennek mi lehetett az alapja, erről nagyon sok elmélet kering. Az egyik ilyen elmélet, ami szerintem egy nagyon érdekes elmélet, hogy a konkvisztádorok annak idején eljutottak egy helyre, ahol azt látták, azt érzékelték, hogy ha meghal valaki, aranyporral kenik be, úgy dobják be a tóba, és rengeteg aranytárgyat dobnak utána. Valószínűleg ez lehetett egy alapja az Eldorado legendájának. Hát akkor kezdjük el! Borzasztó egyszerű, először felépítjük az utat Eldorado városába, könnyű megtenni, minden útkártya hátán találunk egy számot, számokat sorba rakjuk, illeszkednek egymáshoz, és így 9 kártyán keresztül jutunk el majd Eldorado városába. Az első kártyára feltesszük a sárga színű vagy zöld színű maple-t, innen fogunk indulni. Ezen kívül van 6 darab utazónk, kiválasztunk 3 utazót, minden képességből egyet. A 3 képesség a következőképpen néz ki. A levél az nem más, mint a dzsungel vagy biológia szakértő, az iránytű, az a navigációhoz ért, a házikót pedig hát ugye a campmesternek, vagy akár gondolhatjuk, hogy ő a túra vezetője, vagy az expedíció vezetője. Ezen kívül 3 tokenünk van, egészség, töltény és étel. Minden expedícióban résztvevő utazón kap 3 egészséget, ezen kívül az egész csapat kap 3 élelmet és 3 töltényt. Ezen kívül még a paklit megkeverjük, és tulajdonképpen készen is állunk a játékra. A szabályrendszer borzasztóan egyszerű, kártyákat fogunk sorba rakni, majd ezeket a kártyákat adott sorrendben meg kell oldanunk. Hogyan történik ez? Van 2 segédkártyánk, a segédkártyákon látjuk az ikonokat és az ikonok magyarázatát. Az első az azt jelenti, hogy skip, ezzel a soron következő kártyát tudjuk átugorni. Van a swap, ezzel 2 kártyát fel tudunk cserélni a sorba. Van a remove. A remove ikon azt jelenti, hogy a sor végéről az utolsó kártyát elvehetjük, az add, azt pedig hozzá kell adnunk a sor végéhez egy kártyát. Még 2 nagyon fontos ikon van, az egyik az advance, ez az az ikon, amivel mozgatni tudjuk a maple-t, és hát ott van a dead, ami azt jelenti, hogy sajnos valamelyik utazónk elhalálozik az út közben. Ami egy borzasztó egyszerű ikonográfiával látható, amennyiben az ikonok feketék, akkor kapjuk őket, amennyiben fehérek vagy üresek, akkor pedig nekünk kell ebből a tokenből adnunk, hogy megoldjuk a kártyát. Egyébként 2 fázisra oszlik a játék, van egy reggeli fázis,
amikor azt megoldottuk, akkor következik az esti fázis, és ez egészen addig megy, amíg vagy eljutunk Eldorado városába, vagy elakadunk valahol, azaz meghalnak az utazóink, vagy elfogy a kártyánk. A játékot csak abban az egy esetben nyerjük meg, hogyha elérünk Eldorado városába, minden más esetben, tehát ha az utazóink meghalnak, vagy elfogy a kártyacsomag, akkor elveszítettük a játékot. Ami még talán fontos a játék szempontjából, hogy nem kell mind a három utazónak túlélnie a túrát, elég egyetlen egy utazónak eljutni Eldorado városába, ahhoz, hogy megnyerjük a játékot. A játékhoz fontos látni, hogy hogyan is oldjuk meg a kártyákat. Három típusú kártya van, illetve három típusú megoldás van. Az első, mindig legfelül látható, a sárga sor. Ez egy eseményt jelöl, ezt minden esetben meg kell oldanunk. Ahol pirosat látunk, ott általában kiválaszthatunk egyet, amit kötelezően meg kell oldanunk, csak is egyet. Tehát nem oldhatjuk meg mind a kettőt, mind a hármat, mind a négyet, egyet kiválasztunk, és ezt megoldjuk. A harmadik, az a kék szín. A kék szín az mindig egy opcionális lehetőség, nem kötelező megoldani. Ami szintén nagyon fontos, hogy egy olyan ikon van, méghozzá a swap, ami ha kötelező sorban van, akkor sem vagyunk kötelezőek swappolni, csak lehetőségként kell kezelnünk. Nagyjából ennyi a rövid játékismertető, gyorsan játszunk le egy reggeli és egy esti kört, hogy mindenki számára kitisztulja, hogy hogyan is történik a játék. Az első mindig a reggeli fázis, azaz a nappali fázis, inkább fogalmaznék így. 6 lapot fogunk húzni. Mindegyik lapon van egy szám, és az eseménynek a megnevezése. A nappali fázisban majd vakon is húzunk, és a kialakult sort számsorrendbe kell rendezni, és úgy is kell megoldani a kártyákat. Hogyan is történik ez? Ugye van 6 lap a kezemben, húzok 2-t, kiteszem, majd ehhez én hozzáteszek 2-t a kezemből. Ugye nyilván itt már van stratégiai gondolkodás benne, hogyan tudom ezt a legegyszerűbben megoldani. Itt elég még nehezen lehet ezt igazából kikalkulálni a nappali fázisban, mert nem tudom, hogy milyen kártya jön még be, de azért lehet egy kicsit előre gondolkodni. Én mondjuk beteszem ezt a 22-est, és beteszem ezt a 29-est. Ezt ebben a pillanatban már be is lehet rendelni, lehet kezdeni berendezni. Azt mondom, hogy a 22-es lesz ebben az esetben az első, majd jön a 28-as, a 29-es és a 38-as. Ismét egy vakonhúzás következik, jön a 44-es, ez még, és ehhez kell nekem még egyet hozzátennem. Mondjuk 40-esként ezt még ide beteszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez lesz a nappali fázisban a megoldandó. Akkor most nézzük meg, hogy egy ilyen nappali fázisnak a megoldása hogyan is történik. Első kártya. Ugye megbeszéltük, hogy a pirosok közül egyet kell kiválasztani. Itt azt mondja, hogy ha leadok egy ételt, akkor kapok egy ilyen ház kártyát, amit a későbbiekben fel tudok használni. Vagy leadok egy iránytűt, akkor mozdulhatok egyet előre, vagy az egyik kalandorom meghal, és mozdulhatok egyet előre. Igazság szerint, amikor mozgásra lehetőség van, akkor azért érdemes abba az irányba elmenni. 9 kártya, nem olyan könnyű a végére érni, úgyhogy én azt mondom, hogy ezt választom. Jelen pillanatban nincs iránytű kártyám, ebből kifolyólag kénytelen vagyok az iránytűvel ellátott kalandoromtól egy életerőt elvenni. Ezt most meg is teszem, bedobom a közösbe, viszont egyet mozdulhat előre a csapat. Ezt mondjuk magamban úgy magyarázom, hogy ő saját testi épségét nem sajnálva irányt mutatott a csapatnak, és egyet tudtunk előre mozogni. Kártya megoldódott. Következő kártya azt mondja, hogy
ami kötelező, egy életerőt el kell vennem valakitől, megtörtént, viszont ennek fejébe megkapom ezt a kártyát, és ha legközelebb valamilyen ház ikont, vagy sátor ikont kell a következő kártyán megoldásként felhasználnom, akkor ezt a kártyát, ezt tudom használni. Tehát ez a része megoldódott, viszont még itt választanom kell, hogy vagy valakitől elveszek egy életerőt, vagy egy iránytű ikont fogok betenni a közösbe. Iránytűn továbbra sincs, tehát hogy vagy tőle elveszek egy életerőt, vagy bárki mástól. Hát én azt gondolom, hogy Teddy Mestertől fogok elvenni egy ilyet, és ezt a kártyát pedig nem lefordítom, hanem magam mellé veszem, hiszen van egy ház ikonom. Következő. Azt mondja, hogy ha beadok egy ételt, akkor ennek ezért cserébe egy kártyát vakon hozzá kell adnom a végéhez, viszont mozdulhatok egyet előre, vagy leadok egy ételt és egy iránytű ikont, és mozdulok előre. A kettő közül az egyiket ki kell választanom. Hát én azt gondolom, hogy az ételt fogom most választani, egy ételt bedobok, egy kártyát a végére oda teszek, és mozdulhatunk egyet előre. Egész jól haladunk. A kék az ugye opcionális, és hát én most nem szeretnék több életet veszíteni, és még nincsen jelenleg ilyen biológiai vagy dzsungel ikonom kártyaként, úgyhogy én swappolni sem nagyon látom most ebben a pillanatban túl sok értelmét, úgyhogy jelen pillanatban én a kéket, mivel opcionális, nem oldom meg, viszont a kártyának megoldást találtunk, úgyhogy megfordíthatjuk. A következő azt mondja, hogy swappoljak. Ugye megbeszéltük, hogy a swappolás ebben a játékban, bár ez egy event, de nem kötelező. Azért megnézem, hogy van-e értelme. Tehát alapvetően most ezt így nem látom értelmét, úgyhogy ezt megoldottnak tekintem. Itt pedig vagy egy sátorikon teszek be, vagy egy töltényt, vagy egy életet. Én most a töltényt választom. Veszítek egy töltényt, és ezzel ez a kártya is megoldódott. A következő, itt ugye fogok kapni egy ilyen dzsungel ikonos kártyát, amit későbbiekben fel tudok majd használni. Szépen ezt egy picit tolom arrébb. És a választási lehetőségem, vagy elbukok két ételt, vagy két életerőt, vagy egy töltényt, viszont kapok érte élelmet, valószínűleg sikerül akkor megölnem a fekete párducot, és bár nem hiszem, hogy túl sok utazó eszik fekete párduc húst, de azért én azt gondolom, hogy ezt fogom most választani. Ez így lekerül hozzám, egy, és kapok egy ételt magam mellé. Hát a következő kártya. Ez azt mondja, hogy vagy egy töltény, egy életerő, és akkor mozgok egyet előre, vagy megölöm az egyik, meghal az egyik túrázom, illetve felfedezőm, ahogy találkozik a törzs tagjaival, és lépek egyet előre, vagy veszítek egy életerőt, és a két ikon közül az egyiket a későbbiekben felhasználhatom. Nem tudom, látjátok, hogy az életerő vészesen tud fogyni, és még csak az első napnak vagyunk a nappali fázisában. Én mégis azt választom, hogy Roy-tól fogok elvenni egy életerőt, és akkor ez a kártya is lekerül, így azért elég sok ilyen kis expertíz ikonom van, amit a későbbiekben fel tudok használni. Következő kártya, adjunk hozzá még egy kártyát, hurrá! És opcionálisan egy életért kapok két ételt. Én ezt most köszönöm, nem kérem, mert nem állunk túl jól életerőben. Az Electric Eels-szel való találkozásunk az ezek szerint nem volt olyan vészes. A következő kártya, ez egy szuper jó kártya. Tulajdonképpen választhatnék a közül, hogy a következő kártyát, ami nincs itt, nem veszem figyelembe, kapok egy ételt, vagy ezt a két expertízt. Azt azért fontos megemlítenem, hogy a két expertízből mindig csak az egyiket tudom felhasználni, és minden kártya csak egyszer felhasználható. Én most ismételten ezt fogom választani. Ezzel a nappali fázisnak vége van, vége lenne, de igazából nincs, mert látjuk, hogy minden fázis végén egy ételt el kell költenünk.
hogy ezt még bedobom. A kártyákat dobópakliba teszem. És megfordítom, az esti, éjszakai fázisra állunk. Itt a maradék három kártyánkat fogjuk felhasználni. Méghozzá oly módon, hogy itt nem kell számsorrendbe tenni a kártyákat. Mit is jelent ez? Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha én ezt leteszem ide, és mellé teszem az 56-os számot, akkor ez a kettő már így fog maradni. Viszont most jön a két kártya innen. Itt van egy érdekes dolog, igazából én döntöm el, hogy ezt a két kártya melyik oldalára építkezek tovább. Én most úgy döntök, hogy ezt ide teszem. Megint még egy blind húzás, ezt pedig ide fogom tenni. Én a magam részéről ezt mellé teszem, és még az utolsó blind húzás, amit pedig a végére teszek. Kialakult a következő sorunk. Kezdjük is gyorsan a megoldást. Itt ugye tök jó, kapok egy ételt. Viszont dönthetek, hogy egy ilyen expertise-t használok fel, vagy vesztek két életerőt. Szerencsére van házikunk, úgyhogy ezt most szépen eldobom. Ezáltal ez a kártya megoldódott. Következő, ismét egy házikó ikont kell bedobnom, de szerencsére van még egy. Ugye itt ezt választottuk. Úgyhogy ezt is eldobom, ezzel ezt a részét megoldottam. Egy kártya hozzáadódik a végéhez, és megint swappolhatok, azaz két kártyát kicserélhetek. Ez ilyenkor akármelyik két kártyát jelöli. Akkor érdemes megnézni, hogy hol van a legnehezebb, de én most azt nézem, hogy nem nagyon érdemes cserélnem. Igen, én azt gondolom, hogy ezt így cserélem. Ezzel ez megoldódott. Következő, hát... Hál' Istennek, még egy kártyát hozzá kell adnunk a végéhez. Ez volt az eseményünk. A kettő közül pedig hát nyilván ezt fogom választani, és ezzel az ikonnal kifizetem a pirosat. Le is tettem, tovább mentünk. Következő, ez azt jelenti, hogy a következő kártyát lefordíthatom, az nem számít, és itt választhatok. És bizony én egy nehéz döntést fogok meghozni, és mozgok egyet előre, és Izabeltől egy életet el fogok venni. Kártya megoldódott. Még nem vagyunk fél úton. Ezt azért szeretném így jelezni, ez kimaradt. Itt swappolhatok egyet a kettő közül. Nem igazán látom értelmét, és vagy egy életerő, vagy egy expertise. Expertise-t választom. Már majdnem az este végére értünk. Itt ismét törzsi problémákkal nézünk szembe. Xinguánok jöttek hozzánk. Itt az elsőt fogom választani, és egy töltényt bedobok. Cserébe megkapom ezt a camp ikont, és swapolhatnék, de nincs igazából mit. Eljutunk a utolsó kártyához, ami azt mondja, hogy egy életerőt el kell vennünk, ha nincs olyan expertünk, és nincs. Ami azt jelenti, hogy Izabel sajnálatos módon elhalálozott. Ilyenkor nem tudunk más tenni, mint megfordítjuk az ő kártyáját, és emlékezünk rá, hogy az első lépést az ő segítségével tettük meg. Viszont elértünk a végére az est fázisnak, és amikor már azt hinnénk, hogy minden sikerült, még egy ételt be kell dobnunk. Nos, mint látjátok, nagyjából ennyi a játék, abszolút nem bonyolult, de el kell nektek mondanom, hogy mondjuk 8 játékból vagy 10 játékból kétszer, ha sikerül végigérni. Sokkal komolyabb stratégiai gondolkodás van benne, mint ami így elsőre látszik. Sokkal jobban el lehet gondolkodni a játékban. Mindemellett, hogyha nézzük a kártyákat, nézzük az eseményeket, egy kicsit beleéljük magunkat, akkor nagyon jó hangulatot is kapunk a játékkal. Mindenkit arra bátorítanék, hogy próbáljátok ki.
kemény döntéseket kell hozni, sokkal lassabban kell játszani, nagyon át kell gondolni, hogy melyik kártyát hova tesszük, sokszor van értelme swappolni, többféle játékstílus létezik, van olyan játékstílus, ahol inkább expertízeket gyűjtünk, van olyan, ahol lehet, hogy inkább feláldozunk embereket, tehát hogy nagyon sok kis apró stratégiát bele lehet vinni a játékba. Én most a szólójátékot mutattam be nektek, egyébként van ennek kooperatív és kompetitív változata is, tehát lehet ezt ketten-hárman is játszani. Elvileg a dobozra írva az van, hogy akár még öten is. Azt szerintem már egy kicsit sok. Párban már játszottam, úgy érdekes volt, hárman is biztos izgalmas lehet, mert azt gondolom, hogy az egy egészen más játékmód és más stratégia. Remélem élveztétek ezt a játékbemutatót, és azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes a polcára tenni. Van már hozzá egy kiváló kiegészítő is, nem tudom, talán egyszer majd azt is bemutatom. Néhány záró gondolat a játékhoz. Nem nagyon szeretek osztályozni játékokat, mert szerintem mindenkinek egyedi játékélménye van. Én ezt a játékot azért kedvelem, mert hogyha beleélem magamnak egy barom jó hangulatot tud adni, megfelelően nehéz döntésekkel kell szembesülni, és bár egy kicsit szemét a játék, tehát tényleg nagyon nehéz a végére jutni, ha olyan hangulatban kap el, akkor kétszer-háromszor is neki tudok szaladni. Tehát érdemes kipróbálni mindenképpen, szerintem lesznek, akiket egy kicsit zavar, hogy nagyon nehéz, tud lenni, de alapvetően, aki szereti az ilyen expedíciós játékokat, ezt az Indiana Jones-os világot, vagy a Smaragdváros, de ugyanakkor volt egy film egyébként magáról az Eldorado legendájáról is. Nekik ez nagyon fog tetszeni. Én elég sok szólójátékot játszom, nekem ez egy olyan 7-es 10-ből, a játék élményt tekintve. A grafika az fantasztikus, az nekem egy ilyen 10-ből 8-as. Nagyon jó hangulatot eredményezett egy kicsit a képregényes grafika. Ahogy említettem, még megjelent egy kiegészítő csomag, ugyanettől a szerzőpárostól, ez a The Fountain of Youth, az ifjúság forrása. Ebben több apró kiegészítő van, amit hozzá lehet adni, alapjáték nélkül természetesen nem játszható. Hogyha már sikerült egy párszor megcsinálni az alapjátékot, akkor érdemes ezzel variálni. Úgyhogy ennyit szeretnék erről elmondani. Ami még talán számotokra érdekes lehet, hogy melyik játék lesz a következő, amivel én jönni fogok, ez pedig nem más, mint a Light in the Dark, a pestis társasjáték világában játszódó solo dungeon crawler. Ezt fogom nektek bemutatni hamarosan. Először egy dobozbontás, majd rá pár hétre jön maga a szólójáték bemutatója. A csatornán nem csak én fogok játékokat bemutatni. A következő komolyabb családi játék az a Tirnanog lesz. Ennek a dobozbontását és a játékot majd hamarosan látni fogjátok. Amennyiben tetszett, amit láttatok, kérlek iratkozzatok fel a csatornára. Bármi kérdésetek felmerül a játékkal kapcsolatban, nyugodtan kommenteljetek, és bármilyen megjegyzést szívesen veszek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!